Sziasztok! Itt vagyunk az országgyűlés üléstermében. Kezdetét veszi az a rendkívüli ülés, amit az ellenzék hívott össze a rabszolgatörvény és az ezzel kapcsolatos törvénytelenségek miatt. Ahogy látjátok, az ellenzéki padsorok tele vannak. Ezzel ellentétben a Fidesz-KDNP-től senki, de senki nincs itt. Vatorcai János megkezdte az ülést. Szabó Sándor jegyzőrök lesznek a segítségemre. Köszöntöm kedves vendégeinket is, mindenkit, aki figyelemmel kíséri mai ülésünket. Elég volt címmel napi rendelőti felszólalása jelentkezett a jobbik képviselőcsoportját. Gyakorló képviselő képviselő parancsolat. Tisztelt elnök, a tisztelt ház! Felszólom azt, hogy ilyenek. Hova tűnt Orbán Viktor? És hova tűntek a fideszes képviselők? Hát melóban emberek, túlóra van. És egyetlen egy fideszes politikus nem látok itt magammal szemben. Volt van itt olyan önök között, akik havi 5 millió forintért nem ülnek, vagy 5 millió forintért lódnak a munkahelyükön. Ezzel önök azt üzenik, a fideszes kapszolgatók azt üzenik, hogy a nép túlóráztatását támogatják, de a saját tökében a népet halálra gondoztatták, de ők maguknak, vagy nekik büdös a munka. A másik tanulsága az, hogy a Fidesz eljutott a vezetőképzésben arra a szintre, amikor a fideszes képviselőket már a parlament puszta léte is irítálja. A puszta léte is. Nem akarnak bejönni dolgozni. Ők azt gondolják, hogy esetleg itt is kell lenni, mint ahogy legutóbb bejöttek, akkor ez egy fideszes kocsma, ahol a fideszes haverjaikkal beszélgethetnek, kiabálhatnak, azt csinálnak, amit csak akarnak. Ahol a maffia főnök írja a házszabát, önök így gondolják ezt a parlamentöröknek. Legutóbb Magyarország maffia főnöke a saját verőlegényeinek a gyűrűjében megpestelenítette a magyar embereket akkor, amikor hátraszólt őket minden írott és íratlan szabát, lábartikorra keresztül vették ezen a házon, a rabszolgatörvény, meg a közigazgatási bíróságokról szóló törvény. Azon alapul a Fidesz mutatta a fehérjét, megmutatta, hogy milyen is a fideszes demokrácia felfogás. Amikor bárki szavazhatott bárki helyet, képviselői kártya nélkül, elfogadott napi rend nélkül, szabályos ügyésvezetés nélkül, mondjuk ki, képviselőtársak, hogy azon a lapon, december 12-én, azok a törvények, amiket a fideszesek átvettek a házon, azok nem léphetnének élet a jogállamban. És nem csak azért nem törvénytelenül lettek elfogadva, de legfőképp azért nem léphetnének életbe, mert a magyar nép ezeket a törvényeket nem akarja. A rabszolgatörvényt a magyarok 83%-a elutasítja, a fideszesek kétharmada is elutasítja. Ma ők azok a magyar dolgozók, a magyar diákok, a Fidesz szerint közösséges soros bérekcek csak azért, mert nem akarnak rabszolgát venni a saját hazájukban. Hát azt sem oda jutunk, hogy ebben az országban mindenki soros bérek, csak még nem tud róla. De majd a tévében mondja, tessék csak figyelni, mert a közmédia ma ennyit tud. Évi 90 milliárd forintból hazudnak a magyarokról a magyaroknak. És igenis napnál világosabb, hogy akkor, amikor a fideszes közmédia olyan szintre süllyed, hogy már nem csak rólunk ellenzéki politikusokról hazudnak két nappal rá téve, de hazudnak a magyar dolgozókról, hazudnak a magyar diákokról, akkor nekünk képviselőknek nem lehetőségünk, hanem kutya kötelességünk bevenni a köztévés székházába, hogy megkérdezzük a hírigazgatót, hogy te miért hazudsz. És erre a kérdésre csak egy diktatúrában lehet az a válasz, hogy a képviselők a fegyveres őröket küldenek. Olyan fegyveres őröket, akiknek úgy tűnik, hogy nagyobb jogköre van a Magyarországon, mint a magyar rendőrségnek. Hát hol élünk emberek? Mexikóban? Mi lesz a következő lépés? Nem fognak bennünket börtönözni csak azért, mert ellenzéki képviselők vagyunk? Mert diktatúrában lesz szabad következni. De van egy jó hírem. A Fidesznek rossz. A nép felébredt. A nép december 12-én felébredt, és azóta, ha kell nap, mint nap, beleüvölti a sok éves magyar csempbe, hogy elég volt. Beleüvölti, hogy elegünk van. Mert elegünk van. Sőt, nekünk jobbikosoknak nem csak az elmúlt 8 évben, de az elmúlt évtizedekben is elegünk van. Mi nem csak a 2010 utáni, de a 2010 előtti időket sem akarjuk vissza. Nem akarunk se 2006-os gumidővedéket, se 2018-as könyvgázt. Nem akarunk se 2010 előtti, se 2010 utáni multibarát, dolgozóellenes politikát. Mi azt akarjuk, olyan Magyarországot akarunk, ahol a magyar emberek meg tudnak élni a fizetésükből, ahol minőségi munkáért minőségi bér jár. Ezért küzdtünk napirendre a bérunió kérdését. Ezért küzdöttünk a bérunióért. Csak hogy ebben a küzdelemben mi jobbikosok egyedül vittük a zászlót. Most viszont nem vihetjük csak mi ezt a zászlót. Mert akkor,
ezer rabszolgasorba akarnak taszítani. Akkor, amikor egy elmébeteg készlet a 30 ezerűsért eladni a saját nemzetét, a múltiknak, az oligarcháinknak, akkor mindenkire szükség van, ideológiától függetlenül. Mindenkire. Legfőképp szükség van a szakszervezetekre. Azokra a szakszervezetekre, akiktől nem azt várják a magyar munkavállalók, hogy aláírjanak szokszó nélkül 8%-os minimálbér emelés, abban az évben, amikor a minisztereknek a bérét meg 354%-kal emelik meg. Olyan szakszervezetekre van szükség, akik ha kell, a dolgozókért elmennek a falig, vagy a falon túl is. Igenis, ha kell, jöjjön az általános sztrájk. Igenis, ha kell, álljunk meg az élet az országban, hogy visszakapjuk az életünket az országunkban. Mert a magyar dolgozó nem beledőlnek el a munkába, hanem meg akar végre élni belőle. És nem Orbán üldözőtjeként valahol Európában, hanem büszke magyarként a saját hazájában. Úgyhogy értünk, és minden magyarért barátnak söpörjük el ezt a rendszert. Aktuális ügyekről címmel ugyancsak napirendelőtti beszólásra jelentkezett a Párbeszéd frakcióból, a Pillan frakció vezető asszony. Parancsoljon! Mindenki feláll. Én Tordai Bence képviselő fogadom, hogy az ellenállás céljaihoz és a magyar emberek 5 pontos követeléséhez hű leszek. Elítélem az ellenzéki képviselők fizikai bántalmazását. Követelem, hogy a párt nem pártszolgálatot, hanem közszolgálatot teljesítsen. Követelem a fizetett kormánypropaganda betiltását. Fogadom, hogy az 5 pont megvalósításáért minden demokratikus ellenzéki erővel közösen fogok küzdeni. Fogadom, hogy minden lehetséges fórumon terjeszteni és képviselni fogok a magyar emberek 5 pontját. Követeljük a rabszolgatörvény azonnali visszavonását. Követeljük a keresett rendőri túlórát. Követeljük a független bíróságokat. Követeljük az Európai Ügyészséghez való csatlakozást. Követeljük a független közmédiát. Istenem! Ugyancsak napirendelőkben szólalak a jelentkezett aktuális ügyekről címmel, zavar az erőben, a házvezető most realizálja, hogy Tóth Bertalan nem fog felszólalni, és nem fogja még egyszer elmondani ugyanezt a szöveget, amit Szabó Tímár vezetésével az egész ellenzék most elmondott. Úgyhogy most elhagyjuk az üléstermet, és megyünk, hogy tájékoztassuk a sajtó képviselőit, hiszen a parlamenti közvetítés nem alkalmas arra, hogy kifejtsük az érveinket a nem létező fideszes KDNP-s képviselőtársaknak. Ugye ők azok, akik milliós fizetésért nem képesek bejönni egy napnyi plusz munkára, tehát miközben másoktól elvárnák a heti 48 vagy akár 60 órányi munkát, ők maguk egész januárban nem tervezik, hogy meglátogatják a parlamentet, és megdolgoznak a fizetésükért. Úgy látszik, a túlóra az mindenki másra vonatkozik, de a fideszes képviselőkre nem. Tehát itt vannak most az ellenzéki képviselők a folyosón, és megyünk a sajtótájékoztatóra. Ha minden igaz, ki Kossuth térre, úgyhogy a bátot veszünk. És folyik a szocializáció a folyoson, erősödnek az ellenzéki munkakapcsolatok. Vagy azt hiszem, hogy hamarosan meg is indulunk a sajtóteremben, vagy a Kossuth térre, ahova a sajtó képviselői be tudtak jutni, hiszen a mai napon az a sajátos helyzet történt, hogy a média képviselői elvesztették az állandó belépőjüket, és most csak eseti belépővel jutnak be, ha bejutnak egyáltalán az emberek házba. Nem tudom ezzel kapcsolatban, mik az igaz hírek. Az biztos, hogy amikor én bejöttem a 17-es kapun, akkor alig tudtam átfurakodni azon a tömegen, akik nem jutottak be az épületbe a napi belépőjükkel. Hát, vagy
éppen most omlott össze a beléptető rendszere az országgyűlésnek, vagy Kövér László tényleg ennyire pitiáner, hogy a mai napra megnehezítette, vagy lehetetlenné tette a nem képviselők és a nem itt dolgozó munkatársaknak a beléptetését. Elsősorban nyilván itt a sajtó képviselőire gondolunk. Úgyhogy várjuk, hogy merre van előre, és mindjárt elindulunk a sajtótájékoztató helyszíne felé. A lényeg, amit ott el fogunk mondani, hogy mindenki, aki csak teheti, jöjjön el szombaton 14 órára Budapestre, a Hősök terére, vonuljunk együtt a Kossuth térre, mutassuk meg, hogy az ellenállás decemberben nemhogy véget nem ér, de éppen csak elkezdődött, egyre erősödik, egyre terebélyesedik. Mutassuk meg, hogy a szakszervezetek, a pártok és a civilek milyen jól tudnak együttműködni, hogyan tudnak összefogni, és hogyan tudják így közösen megszervezni az Orbán rendszer eddig volt leghosszabb, legerősebb, legkitartóbb tüntetés hullámán. És csak hogy nem mindig engem hallgassatok, itt van mellettem Kunhalmi Ágnes, átváltunk selfie üzemmódban, megszálljuk a fényt is. Sziasztok! Hello. Sziasztok! Gyertek hogy velünk! Ezen az új esztendőn, hát, az O1 évében, vagy az ellenállás évében? Ez az ellenállás éve lesz. Akkor, amikor egy ellenzéket kizárnak a politikai rendszerből, kizárnak a parlamentarizmusból, akkor teljesen új eszközöket kell alkalmazni. Az biztos, hogy ami eddig volt, az úgy nem mehet tovább. Egyik ellenzéki párt részéről sem. Tehát itt nagyon szorosan össze kell zárnunk. Ha egy új politikai minőséget tudunk ezáltal létrehozni, látszik, hogy a szavazók nagyon jól reagálnak rá, díjazzák azt, hogy az ellenzéki pártok nem egymás rovására küzdenek a rabszolgatörvény ellen, az emberek megaláztatása ellen, akár az otthon ápolás ügyéért, de sok minden mást mondhatnék. A rövid távú célunk mindenféleképpen az, hogy ezt a rabszolgatörvényt visszavonják. Durva, hogy közel 30 évvel a rendszerváltás után oda jutottunk, hogy a végtelenségig lehet dolgoztatni a magyarokat, lényegében ébérért, úgyhogy a gyerekeiknek meg még normális iskolát se adnak, és normális egészségügyi ellátás sincs. Ez az ország szerintem még ebben az állapotában is sokkal többre képes. Fontos, hogy rá kényszerítsük valamilyen módon minden erőnkkel a Fideszt, hogy visszavonja ezt a törvényt, de hát nyilván ez már sokkal többről szól. Köszi szépen, és itt van velünk Szabó Tíma, aki vezérszurkolóként ezt a rigmust, skandálást, vagy kórusban fogadalommondást dirigálta. Remélem, hogy látszódott azért, hogy jó sokan mondtuk egyszerre. Skandálást még egy picit gyakorolnunk kell, de legközelebb jól megy. Azt hiszem, az üzenet átment. Nagyon fontos az, hogy egyrésztről ugye láttátok, hogy nulla ember volt bent a kormánypártiaktól. Na, és a levezető elnök? A levezető elnök nem számít ilyenkor képviselőnek. Én nem emlékszem olyan az elmúlt 8 évből, még rendkívül élés napon sem, hogy legalább egy válaszadó államtitkár vagy helyettes államtitkár ne jött volna be, illetve államtitkár. Most ezt is megcsinálták, tehát amit láttátok, válaszadó sem ült ott az első sorokban. Mi pedig meg akartuk mutatni azt, és el akartuk nektek mondani, hogy miért hívtuk össze ezt a rendkívül ülést. Nem azért, mert vissza akarunk ülni a parlamentben, mintha mi se történt volna, hanem azért, mert igenis válaszokat akarunk arra, hogy mi történt az MTV-a székháznál, hogy fordulhatott elő az, hogy képviselőket bántalmaztak, hogy nem engedtek be az épületbe, és hogy egyáltalán az a közmédia, amely több pénzből működik, mint az összes többi magyar televízió összesen együttvéve egy évben, az hogy nem hajlandó beolvasni 2,5 millió ember követelését ebben az országban. Szégyen, ami ma történt, szégyen, ami az elmúlt 8 évben, most már 9. évben történik ebben az országban. Bence biztosan elmondta, hogy most kimegyünk, és elmondjuk a sajtóképviselőinek is, hogy miért vagyunk most itt. És természetesen ebben nem merül ki az ellenzéki ellenállás, hanem folytatjuk a harcot az utcán veletek együtt. Például most szombaton, január 5-én gyertek, jöjjön mindenki délután 2 órára a Hősök terére. Legyünk nagyon sokan. De addig is nézzetek szét a környéken, mert több tucat tüntetés van ezen a héten. Ma például egész biztos vagyok benne, hogy Szegeden a Párbeszédes Kovács Tamás szervezésében egy összpárti, összeellenzéki szakszervezetekkel megtámogatott tüntetés van. Élőben közvetítik azt is, hogyha a Szeged TV-t nézitek, akkor arról is tájékozódhatok. Láthatjátok, hogy nem csak Budapesten, nem csak a parlamentben, nem csak a Pesti utcán, hanem szerte az országban mindenütt zajlik az ellenállás, szervezik azt az együttműködést, azt az akcióegységet,
ami képes arra, hogy megállítsa helyben a Fideszt, megállítsa az önkormányzati választáson, megállítsa az európai parlamenti választáson, megállítsa akkor, amikor a rabszolgatörvényt próbálják alkalmazni, hiszen Szeged vezetője Boszka László volt az első településvezető, aki elmondta, hogy náluk bizony nem fogják a rabszolgatörvényt életbe léptetni a szegedi cégek. Ugyanez a cél mindenütt az országban, legalább az állami és önkormányzati cégeknél kikényszeríthetjük, hogy a rabszolgatörvény ne lépjen életbe, és bojkottal és egyéb megtoló intézkedésekkel fenyegethetjük azokat a munkáltatókat, akik a rabszolgatörvényt alkalmazzák, vagy akik már eddig is jogtalan túlórákra kényszerítették a munkavállalóikat. Én nagyon szeretném, hogyha lenne egy szégyenlista, hamarosan összeállítunk egy olyan szégyenlistát, amin remélem nem túl sok, de biztos, hogy jó néhány Magyarországon működő vállalat szerepelni fog, akiknek a termékeit, akiknek a szolgáltatásait nem szabad megvásárolni, hiszen az emberek kizsákmányolása, kizsigerelése, a kiszolgáltatottságukkal való visszaélés eredményeképp jöhetett létre mindez. Ez az egyik legerősebb eszközünk gazdaságilag, és természetesen, amiről a szombati tüntetés elsősorban szólni fog, az a sztrájk, az általános sztrájk, és bocsánat, most egy kicsit öltözködöm, mert elég cudar idő van odakint. Szóval a szombati tüntetés és a januári mozgalmi eseményeknek a legfontosabb célja, hogy mindenkivel tudassuk a hírt, hogy Magyarországon sztrájk lesz, sztrájkok lesznek. Olyan általános sztrájkot szervezünk, olyan minél több ágazatot érintő munkabeszüntetések lesznek, amik meg tudják bénítani az ország életét, és ilyen értelemben a kormányra valódi hatást tudnak gyakorolni. A sztrájkbizottságok már felálltak, azt látom, hogy a szakszervezetek elszántabbak és erősebbek, mint valaha, egységesek is, hiszen a Magyar Szakszervezeti Szövetség tömöríti a legtöbb munkavállalót, és az ő elnökük, Kordás László többször egyértelművé tette, hogy ők nem fognak meghátrálni, nem hagyják, hogy a 4,5 millió magyar dolgozót a rabszolgatörvénnyel hajtsák a nagyvállalatok és a munkáltatók ravigájába. Ezért szombaton el fogják mondani, hogy mi az a 4 pont, ami a szakszervezetek közös követelése, mi az a 4 pont, amit a szakszervezetek annak fejében várnak el a kormánytól, hogy ne kezdjen tömeges munkabeszüntetésekbe. Bocsánat, csak közben kilépünk itt a parlamentből. Szóval mindez a januári esemény szóval, tehát erősítsük meg a dolgozók egymás között és a dolgozókkal való szolidaritást. Támogassuk a szakszervezeteket, ahogy tudjuk, a magunk szerény parlamenti eszközeivel most mi is ezt tesszük. Támogassátok őket ti is a dolgozók érdekképviseleti harcában. Lépjetek be szakszervezetbe, hogyha még nem szakszervezeti tagok. Azt hiszem, hogy az érdekérvényesítésnek ez a legegyértelműbb, legeredményesebb formája, és miközben talán pártokba belépni sokaknak túl nagy árnak tűnik, noha semmi baj nincs vele, teljesen rendben van pártoknak lenni. De azt hiszem, hogy szakszervezeti tagnak lenni nem, hogy rendben van, hanem egyenesen elvárás minden olyan tudatos állampolgártól, aki nem hagyja, nem akarja hagyni, hogy a feje fölött döntsenek az ő életéről, hiszen amíg nincsen szervezett ellenállás, amíg nincsenek a dolgozók erői egyesítve, addig bármit meg lehet tenni 4,5 millió magyar emberre, de nem csak 4,5 millióról van szó, hiszen mindannyian dolgozók voltunk, vagyunk, vagy leszünk, akkor is, hogyha nem fizetett munkát végez valaki, akkor is, hogyha már nyugdíjasként leszolgálta az életében azokat az éveket, amik a nyugdíjra feljogosítják, és azt hiszem, hogy azok az idős honfitársaink pontosan tudják, hogy mennyire kemény a munkavilága, mennyire kemény, hogyha nem heti 40, de 48, 50, 60 órákat dolgoztatnak egy munkahelyen, mennyire kemény, hogyha túlórákat kell vállalni, vagy második munkát, második állást kell vállalni annak érdekében, hogy a családnak meglegyen a hónap végén a betevője. Szóval azt hiszem, hogy érzik azok is ezt a szolidaritást, akik diákként csak készülnek a munkaerőpiacra. Vidám találkozások vannak az országgyűlési őrség tagjaival, és közben kiértünk ide a Kossuth térre, ahol a sajtó képviselői már kezdenek beállni.
legalábbis azt reméljük. És a koncepció az, és itt most kilépek a selfie-üzemmódból, hogy felállunk itt a lépcsőre, felsorakoznak az ellenzéki képviselők, és egymás után mondják el a frakcióvezetők azokat a gondolatokat, amiket a parlamentben nem lehet, vagy nem érdemes elmondani, hogy miért vagyunk itt, miért próbáltuk meg ezt a rendkívüli ülésnapot kezdeményezni. Ugye egyrészt a rabszolgatörvény törvénytelen eljárásban, közjogilag érvénytelenül való elfogadtatása miatt tiltakozunk, és ezt tárgyaltuk volna ki ezen a mai rendkívüli ülésen. Másrészt a tüntetők és ellenzéki képviselők elleni rendőri, és nem csak rendőri, hanem a fegyveres biztonsági szolgálatok által az MTV a székházban elkövetett erőszak ügyét próbáltuk napirendre tűzni és kitárgyalni a parlamenti eszközökkel. És természetesen mindez arra futott volna ki, és fog így is kifutni, hogy megérkeztek a momentumosok. Sziasztok, srácok! Őket is hívtuk ide, ők ugye a parlamentben nem tudnak ott lenni az ülésteremben, de itt már a téren ők is csatlakoznak hozzánk. Fekete Győr András iskolája. Hello! Sziasztok! Mi szuperül, és örülünk, hogy látunk titeket. Csodás az idő, többieket még várjuk. Hogyhogy kijöttetek? Élőbe vagy mesélj egy kicsit. Civilekkel, emberekkel, és olvassuk fel együtt az öt pontot. Imáron ezredjére is. Lassan kívülről tudjátok. Megtettük bent, felolvastuk, kórusban elmondtuk az öt pontos követelést, mint a nép követelése. Keveset gondolom. Latorcai János mosolygott, majdnem olyan, mint a Kövér László tapsot volt. Adok a többi. Igen. Adai Ágnes a momentumos Fekete Győr Andrást készíti fel. Fogadalom szövegéből, arról az öt pontról, a fogadalom ennek a szolgálatáról, a dolgozó nép szolgálatáról, amit már elmondtunk ezer és több, még több alkalommal, de sosem tudjuk az a helyzet, hogy minél többször annál jobb, annál több emberhez jut el, és annál többen fogják tudni, hogy ezt komolyan gondoljuk, ez nem egy egyszeri fellángolás, ez egy olyan harc, amit végig fogunk küzdeni, nem hagyjuk, hogy megosszanak minket, nem hagyjuk, hogy látszólagos kedvezményekkel leszereljék az ellenállást. Ez végre azt hiszem, hogy szakított az elmúlt évek politikailag amatőr gyakorlatával, tanultunk azokból a hibákból, amiket sajnos különböző pártok, mozgalmak, vagy akár a szakszervezetek is elkövettek az elmúlt időszak harcaiban. Nem hagyjuk többé, hogy megosszanak minket, nem hagyjuk, hogy eltereljék a fókuszt, a figyelmet a legfontosabb ügyről, ami most egyértelműen a rabszolgatörvény, és az, hogy ennek köré, e körül felépülhessen egy ellenállás, amely aztán tágabb célokat is megfogalmazhat, és végül eljut a rendszer megbuktatásáig. Beálltak itt a képviselőtársak, beálltak a sajtóképviselői is, úgyhogy én is elfoglalom a helyemet valahol itt az utolsó sorokban, és a csodás kilátást élvezzük mindaddig, amíg meg nem indul a sajtótájékoztató, illetve az a közös fogadalom elmondás, amit a parlamentben is már megtettünk. Székely Sándor van itt a szolidaritásból. Szia, Sanyi, nem fázol? Kicsit alul vagy öltözve? Már hozzászoktam az elmúlt napokban, úgyhogy. Kemény utcai harcosok vagyunk. Keményebb utcai harcosok vagyunk, mint Orbán Viktor. Ugye ő a magánrepülőgépével röpköd ide-oda a világban, és nem az utcán harcol. Úgyhogy nem tudom, hogy mire gondolt, amikor Chuck Norrisnek azt állította, hogy ő egy kemény utcai harcos. Orbán Viktor, mint a lekvár, az a nagy helyzet, nem vállalta a konfliktust. Amikor lehetősége adódott, akkor gyáván megfutamodott a válasz elől. Ő már csak mikrofonálványoknak, tehát a hűséges hívek körében hajlandó beszédet mondani. Amikor odaléptünk hozzá az országgyűlés üléstermében, akkor valahogy az a híres debattőri képessége az nem mutatkozott meg, és közben folyamatosan érkeznek a képviselők, a politikusok és munkatársaik. Ott megjöttek az LMP-s kollégák is,
ha jól látom, vannak az MSZP, a DK, a Párbeszéd, a Momentum képviselői. A jobbikosok még váratnak magukra, és még szivárognak a média munkatársai, és ott folyamatosan érkeznek a háttérben, látjátok, a Kossuth szobor irányából. Itt hívnám fel Kossuth Lajosról. Jutott eszembe a Kossuth körök kezdeményezésére a figyelmet. Ugye tudjátok mindannyian, hogy a Mindenki Magyarország a mozgalom az önkormányzati választásokra készülve meghirdette a Kossuth körök mozgalmát. Mindazok, akik nem akarnak pártokhoz csatlakozni, de szívesen részt vesznek az önkormányzati választások kampányában. Szívesen részt vesznek abban, hogy minden településen, minden választókörzetben egy jelölt, a legalkalmasabb, a legerősebb jelölt legyen a fideszes, mindenki által támogatott kihívója és legyőzője. Szóval aki ebbe bekapcsolódna, az keresse a Mindenki Magyarország a mozgalmát és a Kossuth köröket, vagy persze csatlakozzatok pártokhoz, lépjetek be a Párbeszédbe, vagy más ellenzéki pártokba, és csatlakozzatok a szakszervezetekhez, hiszen akkor vagyunk csak igazán erősek, hogyha ott tudunk lenni az utcán, ott tudunk lenni a munkahelyeken, és ott tudunk lenni a parlamentben is. Mindenkinek jut feladat, mindenkinek jut lehetőség arra, hogy az ellenállást erősítse, mert igazán erősek csak együtt tudunk lenni. Ezt az egységet szimbolizálta az is, hogy most az Úristen egyszerre olvastuk fel azt a fogadalmat, ami arról szólt, hogy a rabszolgatörvény ellen minden erőkkel harcolunk, és azt a fontos követelést is, tehát amit december 12-én összeállítottak a tüntetők, azt képviselni fogjuk minden fórumon, minden platformon, minden erőnkkel. Egyre többen vagytok itt velünk. És akkor még egyszer megmutatom, hogy gyarapodik a tömeg a Kossuth téren, a parlament lépcsőjén, és a média munkatársai is már lassan annyian vannak, mint az ellenzéki pártok képviselői. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy elég jó lefedettségű sajtótájékoztató fog most itt hamarosan lezajlani. Ez is egy teljesen új elem, hogy végre az ellenzék uralja a napirendet, végre arról van szó a közbeszédben, amiről valóban szó kell, hogy legyen, ami valóban fontos, ami valóban érinti az embereket. Nem mindenféle műbalhék, mint a 3 éve tolt migrációs propaganda bullshit, hanem sikerül a figyelmet a rabszolgatörvények, a közmédia becstelenségén, a fideszes bíróságok felállításán, illetve az Európai Ügyészséghez való csatlakozás követelményén tartani. Azt hiszem, hogy ez csak annak lehet az eredménye, hogy a pártok, a szakszervezetek és a civilek együtt dolgoznak, együtt mozognak. És ha már civilek, most érkezik a térre, könnyen felismerhető, Galbuczi Péter, civil aktivista, azoknak az egyeztetéseknek az egyik szervezője, amelyek lehetővé teszik, hogy például a január 5-i szombati tüntetés közösen kerüljön megszervezésre, és nagyobb legyen, mint az eddigiek. Talán ennyi színfalak mögötti információt elárulhatok. A napi szintű egyeztetések vannak a 3 oldal, a szakszervezetek, a civilek és a pártok képviselői között. Én tegnap közel 5 órát töltöttem egy ilyen egyeztetésen, és ma is, holnap is zajlik a megbeszélés több fronton különböző témákban, annak érdekében, hogy január 5-én egy nagyon profi, nagyon erős tüntetés tudjon összejönni, és hogy ez az ellenállás ez folytatódjon mindenütt szerte az országban, és folytatódjon ne csak néhány napig, néhány hétig, vagy néhány hónapig, hanem egészen addig, amíg a rendszer meg nem bukik. Politikai egyeztetések folynak az első sorban. Valaki azt kérdezi, hogy miért szombat délután lesz sztrájk? Hát gondolom azért, hogy
kiadni, tehát egy munkanapon nehéz. Sztrájk, bocsánat. Sztrájk nem lesz szombaton. Szombaton tüntetés lesz. Ha én mondtam volna szombati sztrájkot, akkor biztos, hogy utaságot mondtam. Szombaton tüntetés lesz. És persze tüntetés van ma és holnap is különböző városokban, de Budapesten szombaton lesz tüntetés. Sztrájkok még nincsenek. Sztrájkot megszervezni különösen törvényesen egy nagyon hosszú feladat. Ennek az első lépése fog megtörténni most szombaton, amikor is a szakszervezeti vezetők bejelentik a sztrájk követeléseit. Miért szeretnének sztrájkba lépni, milyen feltételek azok, amiket teljesítenie kell a kormányzatnak, illetve a munkaadóknak ahhoz, hogy ne kezdjék meg a munkabeszüntetést. De hát ahogy látjuk az eddigi hozzáállásukat, egészen nyilvánvaló, hogy nem fogják az első szóra ezeket teljesíteni, úgyhogy várhatóan lesznek sztrájkok, csak még kell járni ezt a folyamatot. És ha sztrájk lesz, akkor természetesen munkanapon lesz sztrájk, hiszen szól, hogy bemegy az ember a munkahelyére, de nem veszi fel a munkát. Nem egyszerűen otthon marad, hanem bemegy, nyilatkozik arról, hogy szervezett munkavállalóval, dolgozóval közösen, hogy ő most sztrájkba lép, és a sztrájk követelések teljesítésén kikényszerítendő, nem veszi fel a munkát, rövidebb vagy hosszabb ideig. Természetesen ezt a sztrájkot ezt nem tudja egyszerre minden munkavállaló teljesíteni, nem várhatjuk el azt, hogy másfél pillanat belépni a sztrájkba. A legfontosabb közüzemekben az elégséges szolgáltatás mindig minden esetben biztosítva lesz. Az egészségügyben senki nem marad ellátás nélkül sürgős esetben, csak azért, mert sztrájk van. Senkinek a háza nem éghet le azért, mert sztrájk vannak a tűzoltók. Nem áll le teljesen a tömegközlekedés az országban, de azt az elégséges szolgáltatást azt igenis meg fogja érni a bőrén mindenki. És így végre érkeznek az LMP-s és a Jobbikos képviselők is. Jeffa Péter, aki a Jobbik részéről most az ülésteremben a rendelőt felszólás mondta, és az LMP frakció tagjai megérkeztek a térre. Őket is vártuk, és most már minden ellenzéki párt képviselteti magát. De ő volt az is, aki a Hír TV-ben sikeresen beolvasta a tüntetőket, fontos követelését, és azt is elmondta, hogy a Fidesz propaganda osztályaként működik az a televízió is. Érkezik Kohn Krisztina, aki függetlenként ült be végül a MP frakciójába, és az Új Kezdet pártot képviseli az országgyűlésben, úgyhogy még egy fővel, még egy párttal gyarapodott ez a kis társaság, ami most már nem is olyan kicsi, hiszen ez az országgyűlés egyharmadát kitevő ellenzéki képviselő. Az ellenzéki képviselőt képviseli, tehát mi képviselő képviseléget, úgy általában véve is, de a rabszolgatörvény ügyében különösen képvisége van az ellenzéki rabszolgatörvény ügyében. Az emberek 5-6 oda, de még a Fidesz szavazók kétharmada is velünk ért egyet. Így aztán nem véletlen, hogy ez lehet az az ügy, ami megrengeti a Fidesz rendszerét. Ez lesz az az ügy, ami az utcára visz nem csak néhány alkalommal, hanem hónapokon keresztül sokakat, akár éveket is hajlandóak vagyunk. Gyűjtését már 400 000 támogatták a szignójukkal. Úgyhogy azt hiszem lassan tényleg mindenki itt van. Nem tudom, hogy még a média képviselőre várunk-e még, vagy mire és kire. Hanem közszolgálatot teljesítsen. Követelem a fizetett kormány propaganda
erővel közösen fogok küzdeni. Fogadom, hogy minden lehetséges fórumon terjeszteni és képviselni fogom a magyar emberek központját. Követeljük a rabszolgatörvény azonnali visszavonását. Követeljük a kevesebb rendőri túlóját. Követeljük a független bíróságokat. Követeljük az európai ügyészségnek való csatlakozást. Követeljük a független közmédiát. Isten engem úgy segíjen. Folytatjuk az ellenállást. Január 5-én mindenkit várunk a Hősvéderére délután 14 órára, ahol összeellenzéki tüntetés lesz a szakszervezetekkel, civilekkel közösen. Mutassuk meg együtt Orbán hatalmának, hogy nem engedünk a rabszolgatörvénytől, nem engedünk a sajtószabadságból, nem engedünk a bíróságok függetlenségéből. Ott leszünk és mindenkit várunk, hogy együtt mutassuk meg sokan, hogy ami itt történik, az tovább nem folytatható. Nem azért mentünk be, ha közösen a parlamentben ezt akarjuk folytatni az ellenzéki politizálást, és hogyha minden rendben volna. Azért mentünk ma be, és azért követeltük a rendkívüli ülést, mert azonnali válaszokat követettük a kormánytól, arra vonatkozóan, hogy mi történt az MTBA székházán. Hogy hogyan merészelik azt, hogy ellenzéki képviselőket bántalmaznak. Hogyan merészelik azt, hogy az a közmédia, amelyik több pénzből működik, mint az összes magyar televízió egy év alatt összesen, nem hajlandó beolvasni annak a 2,5 millió embernek a követeléseit, akik az ellenzéki pártokra szavaztak. Követeljük, hogy a kormány adjon válaszokat arra, hogy tovább is lábbal tiporja a jogainkat, az emberek jogait, a demokráciát. Azért vagyunk most itt, hogy megmutassuk, hogy egységes az ellenzék, egységesen fogunk a jövőben is fellépni a rabszolgatörvény eltörléséért, a demokráciáért, és hogy összesen mindenki együtt ott leszünk január 5-én, szombaton 2 órakor a Hősök terén, hogy megmutassuk, hogy eddig és ne tovább. Addig, amíg nincsen valós közmédia, független közmédia, de van sok az utcán, és gyáva találkozni az ellenzéki képviselőkkel a parlamentben is. Ahelyett, hogy
szembenéztem az emberekkel, Orbán Viktor és a mamelódjai, Soros György háta mögé, az egykori mentor háta mögé menekülnek. Azt üzenjük a mai napon Orbán Viktornak és társainak, hogy nem tudnak már ők sem hova hátrálni. Mi nem hátrálunk, hanem kiállunk, nem csak a parlamentben, de az utcán is, akár most szombaton, akkor eljön mindannyian itt a Kossuth téren tüntetni, de arra biztatjuk a szakszervezeteket is, hogy álljanak a sarkukra, és igenis, jöjjön az általános sztrájk. Megfel lehet meghatározni. A lázadás az mindazoknak az elveknek, mindannak a politikai gyakorlatnak, annak a kultúrának azzal való szembefordulás, az ellen való küzdelem, ami ezt a kormányt vezeti saját népével szemben. Azt kívánom az országnak, hogy legyen persze, ereje és képessége fellázadni Orbán rendszerével szemben. Nem egy törvénnyel szemben, nem egyik vagy másik szabállyal szemben, de mindazzal, amit az elmúlt években az ország szégyenére megvalósított. Ha közös a végső cél, akkor azoknak is közös lesz, akik korábban, meg már ma is egy sorintben vitatkoznak. Vagy ha újra Magyarország tisztességes, demokratikus jogállam lesz, akkor megint kifutatnak azok a viták, amelyek természetesek egy demokráciában, amely viták ma másodlagosak ahhoz képest, hogy egy ország romboló kormánnyal szemben küzdünk, hogy lázadjunk. A mai napon ismételten szintet lépett a házvezetési rendezvények. Bizonyítékomban arról, hogy letiltották az ellenzéki képviselőknek a szabad beléptetését a házba, ez azt jelenti, hogy vendégeket nem tudunk bevinni a parlament ülésébe. Szeretném felhívni a Fidesz figyelmét arra, hogy az a ház, ami előtt állunk, ez az ország háza. Az adófizető pénzéből tartjuk el a házat is, meg mindenki, aki benne dolgozik. Ebben a házban vendégek a leírt szabályok szerint szabadon bejöhetnének, de ma a legjobbóra Kővé László úgy döntött, hogy a ház bejáratait egy kivételével lezárta, és a Momentum elnökségi tagját, aki vendégünk lett volna ezen az ülésen, nem esett. Látszatból nem kérünk. Én egy olyan országban akarok élni, amelyben minden az, aminek látszik. Ez pedig egy látszatdemokrácia, semmi köze nincsen a jogállamhoz, és semmi nincsen, köze nincsen a demokráciához. Ezt az országot a Fidesz nem a jogállam és a demokrácia szabályai szerint vezeti, hanem verőlegényekkel tartja mederben a folyamatokat. Látom ezt akkor, amikor egy sikeres népszavazási kérdést átvittünk volna, láttuk ezt nem is olyan rég a közmédiában, és láttuk ezt ma is, amikor katonák állták az útunkon, és utáltuk, hogy be akartunk menni a magyar parlamentben egy vendéggel. Magam részéről azt tudom mondani, hogy az ellenállás nagyobb, és szeretném, hogyha az új évben minden magyar állampolgárnak a szeme kinyílnak, és észrevenni azt, hogy ez a rendszer már rég nem az, aminek hívják, ez nem köztársaság, ez nem demokrácia, és ez nem jogállam. Még olyannak látják, amilyen évtizedekkel korábban volt. Ez az ember az új évet nem velünk magyarokkal köszöntötte, hanem egy olyan diktátorral, akinek az egyik kimondott célkitűzése az, hogy ezt a bolygót egy sivatagá tegye azzal, hogy az esőben adatokra. Egy ilyen ember a 21. században nem tudja ezt az országot vezetni, és azt kérem a magyarokat, hogy ezt a képviselőt. Szeretném külön is köszönteni a Magyar Hazugsággyár képviselőit, a M1-es, Echo TV-t, Hír TV-t és a többieket. De most amikor láttam utoljára M1-es mikrofon, szia! Legalább lila ilyen. 2011 volt egy narancssárga országtérképpel és több millió kiábrázolt fájó szívvel kezdődött. Majd a végén egy országos, mindenre elszállt ellenállási motorokkal fejeződött be. A tüntetés
momentum között. Minden vívmányt vagy eredményt, amit elértünk, együtt értünk el, és ezen az úton ezen tovább kell, együtt kell tovább mennünk. Az az öt pont, ami megfogalmazásra kerül, az összeköti az Audiban dolgozó munkavállalót, a rendőrsorfalban álló rohamrendőrrel, a civilekkel, a parlamenti pártokkal, a Momentummal, és minden magyar emberrel, azzal a 83%-kal a rabszolgatörvényt elutasítják. Első és legfontosabb feladatunk az lesz januárban, hogy a rabszolgatörvényt visszavonassuk. Ezért fogunk kézzel, lábbal küzdeni, és ütni a vasat addig, ameddig meleg. A Momentum részéről mi a vasat forrósítani fogjuk, ezt tudom megígérni, és mindenkit szeretnék arra kérni, az M1-et is beleértve, hogy szombaton 2 órakor jöjjenek el a Hősök terére és sétáljanak a Kossuth térre, és folytatjuk az ellenállást, ami csak most kezdődött 2019 az ellenállás éve lesz. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! És boldog új évet mindenkinek! Szél dolgó! Jó volt, vagy? Péter, néhány szót itt a nézőinknek, ha már kijöttél ide hozzánk. Mi hozott ki ide a parlament lépcsője elé? Hát üdvözítő, hogy idén is folytatódik az a ellenállás, amit tulajdonképpen ti parlamenti képviselők indítottatok el azon a bizonyos szerdán, hogy egy erőszakmentes akciót végeztek a demokrácia érdekében, és ez szerintem elég gyújtó lakhatott a magyar lakosságra, és azóta is ez folytatódik, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez sokáig folytatódik, és ez az első lépcső, hogy a rabszolgatörvényt visszavonassuk. Nekem az a vágyam, hogy elérjük azt, hogy a Fideszt úgy sakba lehessen tartani, hogy új miniszterelnököt követeljünk, és ha ez megtörténik, akkor az a párt elmoderálódik, vagy szétesik, aki tudná ejteni ezt a szót. És akkor talán egyszer hamarosan egy normális demokráciában élhetünk. Szóval felmorzsoljuk a Fideszt. Hát rajtunk nem fog múlni. Nézzük, ki van még. Köszi szépen! Folytatjuk, és találkozunk szombaton, ugye? Ott leszel te is 2-kor a Hősök terén. Addig is minden jót. És lassan itt mindenki pakol, és megy a dolgára, szervezi az ellenállást, építi a lázadás kis építményeit. A rendőröknek ma sem volt semmi dolga, és reméljük, hogy ez a továbbiakban is így marad. Az ellenállás erőszakmentes, lesz pedig békések. Az erőnk az nem az erőszakban van, többség erejében, és abban a hitben, hogy igazunk van. És meg vagyunk győződve arról, hogy az igazság ez hosszú távon győzedelmeskedni fog. Ennyi ember hiába biztos, hogy nem tud dolgozni. Egészen biztosak lehettek abban, hogy ha nem holnap, akkor holnap után, ha nem holnap után, akkor a jövő héten, holnapban vagy évben, de ez a rendszer meg fog dőlni, meg fog bukni, és a helyére valami olyan új hatalom kerül, ami lehetődik ezt a diktatórikus berendezkedést az emberek szolgálatára. A humanista politikára rendezkedik be, és emberek szólítan is minden magyar állampolgárnak szolgál. Lassan véget ér itt az élő adás, már nem nagyon történik semmi. Még egy interjúkérés, kamerázzuk egy kicsit egymást. Hogy felmerült ezeken az egyeztetéseken az, hogy bojkottálják a parlamenti pártok az ülést, mert hogy igazából sok értelme nincs részt venni, vagy nem? Hát egyelőre a kormánypárti képviselők bojkottálják az ülést, az ellenzék összehívott egy rendkívüli ülést, kivizsgáljuk, átbeszéljük, megmutassuk egymásnak és az embereknek, hogy mi történt itt a TV-székházban, mi történt egyáltalán abban a közjogilag érvénytelen folyamatban, aminek során megpróbálták átnyúlni a rabszolgatörvényt is. És még több tucat másikat. Az ellenzéki képviselők itt voltak, mi nem bojkottáljuk, mi komolyan veszük, hogy ez az ország háza, és itt a nemzetügyek kell megmutatni. A Fidesz-KDNP-s képviselők viszont nem gondolják, hogy nekik túlóráznunk kéne. Azt hiszik, hogy december közepétől február közepéig nekik semmi munkát nem kell végezni. Világos, de hogy az, hogy az ellenzék legitimálja gyakorlatilag ezt a törvényközési folyamatot így már évek óta, és most ugye a múlt év végén egy olyan szintre jutott a parlamenti munka, a következő sorokban vetődik fel, hogy neki igazából nem sok értelme.
és igazából már hasznos nincs. Én azt gondolom, hogy eddig, adatokat sem adnak már ki. Én azt gondolom, hogy eddig nem volt értelme a parlamenti jelenlétnek, tehát amíg a parlamentet engedelmes alapul mindjárt arra használta az ellenzék, szépen begyújtogassa a javaslatait, amit aztán ülésteremben egyszerre olvastuk fel azt a fogadalmat, ami az öt pont megvalósításáról szól. Értem, akkor azt olvastattam, hogy a parlamentben az ellenzék gyakorlatilag műsort fog csinálni, amiben élőben közvetít. Ez lesz az értelme a parlamenti jelenlétnek? A parlament a legfőbb szintér, az a hely, ahol még lehet konfrontálódni a Fidesz-szel, mert egyébként gyáván burkában. És hogyha nem látják az emberek, hogy vannak, akik az ő képviseletükben, a társadalmi többség képviseletében kiállnak, és a szemébe mondják ezeket a annak van értelme szerintem. Oké, rendben. Köszönöm szépen. Köszi. Szép napot. Hello. Hát akkor még állítottuk le az élő adást. Élőztem, ahogy interjúznak. Így zajlik ez. Egyenest előtt kérdünk beszélünk. Hiszen mi vagyunk a média. És éppen Hadházi Ákos ad még a Euronews-nak egy külön interjút. De lassan azért kiürül és elcsendesedik a tér. Én is megyek vissza a jól fűtött irodába, és részvétem azok, itt állnak, mint például a szegélyesi őrségek. Néhány fok van a szélben, nem hazik. A lényeg az, hogy tényleg figyeljünk oda egymásra, és figyeljünk oda arra, akik igazán nehéz körülmények között dolgoznak, vagy élnek. Hiszen ez az ország akkor már csak egy boldogabb hely, hogyha a szolidaritás a hétköznapokban megjelenik, és nem csak a politikai. Az országgyűlési őrség tagjai például tudják, hogy tiszteljük azt, amit csinálnak. Van így a rendőr, akik fogyban állnak, és ők sem az ellenségeink, ők is fejüket végzik, és ezért nagyon kérlek titeket. Elfogadott törvényeket, de most a legfontosabb terep az a munkahely, a legfontosabb szereplő pedig a szakszervezet. Ezért kérjük, hogy mindannyian támogassátok a magatok eszközeivel a szakszervezeti mozgalmat, támogassátok őket munkával, csatlakozással, pénzzel, vagy bármilyen, ami lehetőséget engedi. Ilyen. Köszönöm, hogy ez nekem szóval. Szombaton 2 órakor Budapesten, vagy ma Szegeden, Debrecenben, és szerte mindenütt, ahol csak az ellenállás magait sikerült elvetni. Ennél több üzenet már nincsen, úgyhogy további szép napot mindannyiótoknak!